Hát ez egy nagy túrógombóc volt, nem pedig egy valódi évértékelő. Magyar emberek nem ilyet érdemelnek. Az utcán, az emberek között nem ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Valódi kérdések helyett és valódi válaszok helyett egy gyáva miniszterelnököt hallhattunk, gyávát, hiszen nem lézett szembe a mai magyar valósággal. Lázított, vádaskodott, jósnő volt, kuruzsló, de arról, hogy mi folyik ebbe az országba, illetve a évértékelőről beszélünk, mi folyt 2016-ban ebbe az országba, egy szót se szólt. Gyáva a miniszterelnök, hiszen nem beszélt arról, hogy akár csak 2016-ban, úgy 17-ben is több száz méteres sorok kígyóznak az ingyen konyhák előtt. Akkor, amikor 2 évvel ezelőtt, hölgyeim és uraim, 30 milliárd forintot küldött az Európai Unió a nyomorgó magyar gyerekek és emberek élelmezésére, de ezt az elmúlt 2 évben elfelejtették kifizetni. Gyáva volt a magyar miniszterelnök, hogy ezt miért nem hozta szóba. De gyáva volt Orbán Viktor akkor is, amikor nem beszélt arról, hogy miért a stadionok füvét melegítik, miért nem a családi otthonokat. Hölgyeim és uraim, 150 honfitársunk küldt ki az elmúlt időszakba, de ahelyett, hogy ezzel foglalkozott volna, ahelyett, hogy a 30 milliárd forintot odaadta volna, ahelyett, hogy tűzifa programmal foglalkozna, ezekkel az emberekkel nem foglalkozik, és gyáván sunyit, kikerüli ezeket a kérdéseket, de ha éppen energiaárakról van szó, és rezsicsökkentésről. Hölgyeim és uraim, az elmúlt 2 évben 50%-kal csökkent a gáz és a villany világpiaci ára. Miért nem tájékoztatta a magyarokat, hogy ők tulajdonképpen magyarok uzsorásaiként ezt az 50%-ot elrakják valahova? Gyáva volt a miniszterelnök, hogy nem erről beszélt. Hölgyeim és uraim, gyáva volt a miniszterelnök akkor is, amikor nem beszélt magyar egészségügy valódi állapotáról. Mindannyian szembesülünk azzal, hogy egy-egy kórház rosszabbul néz ki, mint a piaci budi, és szembesülünk azzal is, hogy több száz orvos hiányzik a magyar egészségből. Miért nem beszélt erről Orbán Viktor úr, a gyáva miniszterelnök? Azért, mert akkor azt is el kellett volna mondani, hogy 2016-ban halott magyar honfitársainkat már a mellékhelyiségben tárolják, és például a sürgősségi ellátásból hiányzik több száz orvos magyarán. Magyarok, figyelem, ezt üzente a miniszterelnök, munkahelyi baleset, közlekedési baleset, háztartási baleset esetén foglalkozzatok magatokkal, sürgősségi ellátás vagy van, vagy nincs. De Orbán Viktor gyáva volt akkor is, amikor nem beszélt arról, hogy állítólag neki csak 740 ezer forint megtakarított pénze van, közben a Telke végébe stadiont építettet. Lehet, hogy a 742-ből lemaradt 3-0. Nem beszélt arról, hogy miért használja Mészáros Lőrincet és Garancsi urat a saját pénztárcájaként, és hogyan használja őket. Emlékeztetnék, 2016 fényes év volt ilyen szempontból a Fidesz számára, hiszen kiléptek az európai összefogásból, ami a korrupció ellen mozgósította volna a tagállamokat. Magyarán szabad utat biztosítottak, de a külföldi rálátást nem a szabad rabláshoz. Hölgyeim és uraim, arról se beszélt Orbán Viktor úr, hogy hová tűnt 600 ezer magyar honfitársunk. Nem ide jönnek ebben a pillanatban olasz, német, osztrák, francia, európai emberek, hanem innen menekülnek, méghozzá tömegével, és az a menekülés 2016-ban viszont bizony-bizony gyorsult. Miért gyorsult? Emlékeztetek Varga Mihály szavaira. 6 éves kormányzások után 6 évvel vagyunk lemaradva versenyképességbe, és 6 évvel vagyunk lemaradva a fizetésekbe, a visegrádi országokhoz képest is. Ma egy magyar ember már Szlovákiába megy át dolgozni, mert ott magasabbak a bérek. Erről nem beszél többek között a gyáva miniszterelnök. Valódi kérdések, valódi válaszok, de hagyd mondjam még azt is, hogy egy dolgot, ami 1-2 héttel ezelőtt történt, nem beszélt a miniszterelnök, miért kell nekünk orosz energiafüggőségben élni, miért kell nekünk putyini hitel, amikor egyébként a piacról olcsóbban tudnánk hitelezni, ha már szükség van rá az atomerőművet. Nos, azt gondolom, hogy Magyarországnak nem lehet gyáva a valóságtól elrugaszkodott miniszterelnöke. Olyan miniszterelnökkel,
aki valódi kérdésekre valódi választ ad. De hogy az emberek ne maradjanak a valódi kérdések feltevésén és a valódi válaszok nélkül, ezért jövő héten a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje, Botka László és a párt elnöke Molnár Gyula ezekre a kérdésekre, válaszokra valódi válaszokat fog adni, és valódi válaszokat fog letenni az asztalra.